Most kapcsolunk New Yorkba Áder János felszólalására. A szót ő excellenciájának, Áder János úrnak. Miután magyarul az anyanyelvemen beszélek, megvárom, amíg mindenki kijöjjön, azt a néhány kollégát, akik egyébként tudnak magyarul, és itt ülnek velem szemben. Tehát mindenki fölteszi a tolmács készüléket, és kérdezem, hogy működik-e a tolmácsolás. Hallják-e, amit mondani fogok? Remek. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim! A tegnapi megnyitón egy kis filmet láthattak, sokkoló képekkel a víz három drámájáról, többek között a szennyezett víz drámájáról. Őfelsége, Naruhito japán császára videóüzenetében arról beszélt, hogy a klímaváltozás hatásainak 80%-át a vízen keresztül érzékeljük, aszályok, árvizek, villámárvizek formájában. Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára azt mondta, mielőbb befektetésekre van szükség a vízügyi infrastruktúrába. Körösi Csaba, a közgyűlés elnöke pedig arról szólt, hogy a legalul értékeltebb erőforrásunk a víz. Ezért is bánunk vele, felelőtlenül, pazarlóan. Víz és szanitáció. 6. fenntartható fejlődési cél. Én most csak a szanitációról fogok beszélni. Tisztelt hölgyeim és uraim! Tudjuk, hogy a vízügyi infrastruktúra építése, karbantartása, felújítása a gazdag országoknak is kihívást jelent. Hogyan lehet akkor előteremteni elegendő forrást a szegényebb országok számára? Magyarország eddig 3 vízvilágtalálkozót szervezett, 2013-ban, 2016-ban és 2019-ben. Ezeken a vízgazdálkodással kapcsolatos technikákat, megoldásokat mutattuk be. Többek között különböző szennyvízkezelési megoldásokat. A 2. világtalálkozón a résztvevő gánai delegáció figyelmét az egyik magyar megoldás keltette fel. Tárgyalás, megállapodás, beruházás, magyar banki finanszírozás, a végeredmény, az első szennyvíztisztító telep már 2 éve működik, a 2. most adták át, és hamarosan elindul a 3. tisztító is. 1,5 millió ember szennyvizét tisztítják meg, ez Gána lakosságának 5%-a. Mi ebben a szenzáció? Kérdezhetik joggal. Szemléletváltás, új technológiai megoldások és a költségek. A részletek ismertetésen nélkül, arra nincsen most időnk, a beruházás és az eddigi működés és működtetés tapasztalatai alapján azt számolták ki a szakemberek, hogy a további szennyvíztisztító telepek megépítéséhez, a szennyvíz összegyűjtéséhez és kezeléséhez szükséges beruházásokra $50, igen, jól hallották, $50 kell lakosonként. Más megoldás ez, mint az európai és az amerikai, de megfizethető, és a célt, a szennyvíz megtisztítását így is el lehet érni. Afrika növekvő népességét figyelembe véve, ezzel a megoldással 15-20 év alatt évi 5-6 milliárd dollár befektetéssel megfelelő szanitációhoz lehetne juttatni az Afrikában élőket. $50 fejenként. Ne feledjük, mindez segítené a lakosság vízigényének kielégítését, a mezőgazdasághoz szükséges források biztosítását is, javítaná az ott élők egészségügyi körülményeit, biztosítaná a környezet megóvását és a biológiai sokféleség megőrzését, és csökkenteni a migrációt. A kérdés számomra az, hogy az egyes országok költségvetéséből, támogatásokból,
magántőke bevonásával és banki hitelekből ez az összeg előteremthető-e? Minden afrikai ember után, itt az asztalnál ketten is ülnek, akik afrikai országból származnak, minden afrikai ember után $50. Ha erre a kérdésre az a válasz, hogy nem, ekkora összeg évente nem teremthető elő, akkor felejtsünk el minden további konferenciát, minden további nyilatkozatot, és minden további ájtatos beszédet. Ha a kérdésre pedig az a válasz, hogy igen, ez az összeg előteremthető, akkor azok, akiknek ez a dolga, sürgősen lássanak munkához. Köszönöm a figyelmüket!